Igen, ez kinézetesen egy olyan juhú sztár. Már nem megsértődésből, de ez meg mi a... Hogy ez ilyen, nem tudom, ez ilyen átlátszó, de ilyen rózsaszín. Mindegy. Hát ezzel nem tudok jókat játszani, mert ezt nem lehet összerakni, és olyan üvegszín, ilyen átlátszó féleség. Nagyon gyorsan szakad. Hát én ezt nem akarok megsérteni, aki készítette, de ez 3 csillag. De csak azért, mert is szép van esve, de emellettileg tök jó. Mert nekem tetszik így a alakja, formája. Na, következő. Erre nem írtak semmit, de a többire mindig. De a többire írtak, hogy mi ez. Szóval gondolom, ebben nincs balax. De mondjuk ezt lehet érezni, mert ez nem annyira szakad. Ez ilyen habos slime lehetne egyébként. Ez ilyen, így néz ki. Nézzük, nyúlik-e. Ó, ebben meg ilyen zöld csillám van. Jaj, az előzőben nem mondtam, abban nem volt csillám. Az előzőben az elsőben volt. Hát igen, ezt is pontozom, ahogy kérte valaki. Egyébként, vagy szólok, hogy melyik kérte. Ez ilyen... Hát, ez 5 csillag. Én megadom. A következő... Ez ilyen nagyon rózsaszín lett, el kell mondanom. A másik mondjuk a zöld, de... Vagy csak most esett le, mindegyik rózsaszín, vagy mi? De mondjuk igaz, lánynak küldték. Hát nézzétek el nekem, de ez... Annyira készítenék én is ilyen jó szlájmokat. De ezt el kell mondom, hogy ilyen üvegest úgy csinálnak meg ennek, még tudom is a receptjét. Ez vicces. Legalábbis nem tudom, hanem csak tippelek, hogy kell bele ragasztó. Meg írták, hogy ebben van balax, szóval ragasztó is balax lehet benne talán. Csillámport nem inném. De érezni azért talán, de... nem tudom. Sajnos már nem tudom megkérdezni, de majd megnézem nekem. Hát ez egy ilyen... ilyen slime. Megnézem, tud-e szakadni? Szakadni is jól tud. Nyúlik-e? Nem, nem nyúlik. Hát én erre... megadom a 4 csillagot. Egyébként nehogy azt írjátok majd nekem kérlek szépen kommentbe, hogy milyen kegyetlen vagyok, hogy ezek nagyon jó szlájmok. Én azt értem, ezek tényleg nagyon jó szlájmok, elismerésem a készítőknek. Hogy nagyon tetszik, csak túl hamar szakad, mert jól van, nem tudom, hogy milyen egy igazi slime, de tippelek, hogy ezek között. És megvan az utolsó, az ez egy ilyen, ez. Ebbe írták bizony, hogy a vigyázz, balax van benne, de ebben nem tudom, hogyan lehet balax, mert a többiben amilyen balax volt. Ajaj, itt valami leesett, nem tudom mi.
Ezek full egy falmák. Kikészíti ezeket? Mert mindegy, nem tudom, hogy miért mindenki rózsaszint akart nekem küldeni. Mindegy. Ez marha jó. Nyúlik is. Nézzük, szakad-e. Szakad. Na, talán még pattog is. Nem, nem pattog. Ez szomorú. Ó, de hülye vagyok. Bocsánat. Elfelejtettem mondani most komolyan, de hülye vagyok, hogy írtátok, hogy, hogy is mondjam, világítós. Meg akkor leszettekem, hogy mi van? Világítós. És komolyan. És arra gondoltam, hogy mi lenne, egyébként ezt egy szlámnál írták, hogy világítós. Ennél. Valaki is van benne, világítós, és ó, mi kell még ide? Ez világítós, gyerekek. Legalábbis azt mondták, írtátok nekem, a készítő, hogy ebbe úgy mondja, hogy világítós. Ő azt mondta, hogy festéket tett bele, vagy valamit. Hogy a festéke foszforeszkálós volt, és azt tett bele. Na, én nem értettem, hogy ez akkor most komolyan működik, vagy nem. Hát ezt ki fogom most próbálni, gyerekek. És ez marha jó. Egyébként láttam slime-osoknál. Várjátok. Lekukolok. Hogy szoktatok szájból ilyen, ilyen rózsát készíteni. Én most éppen azt csinálom, hogy kihajtom, gyerekek. És csinálok ilyen rózsát akkor, mert... Naj. Most nem tudom, hogy mutassam nektek, de megmutatom. Hát a slime-osok ezt szokták csinálni. Ú, Isten. Na. Ó, anyám. Biztos, ez igazi slime. Világítós is, palackos is van benne, és annyira hajlik. Húj, itt meg ilyen full. Ezt szokták leginkább csinálni a videósok a slime-mal. Amit megkapnak. Hozzá nem tudom, hogy mutassam. Megmutatom, mert én Noé vagyok, és nem adom föl. Az egyszer biztos. Hogy kihajtom ide. Várjatok. Na és akkor, ahogy mondtam, megmutatom nektek, hogy mit szoktak itt csinálni akkor a YouTube videósok. Várjatok, hogy ezt szokták. És nem tudom, hogy látható-e, de megpróbálom úgy, hogy belenyomkodják a kezüket, meg így. Ja, meg ahogy mondtam, hogy rózsát is csinálok csak nektek.
Elég béna vagyok. Na jó van, gyerekek, én tőlem ennyi telik. Én tőlem csak ennyi telik. Na, itt vagyok. Láttátok, elég béna rózsát csináltam. Ciki. Várjátok, bocsi, technikai hibák, csúsztak ide bele. Hogy tudjátok, mikor így vágtam, és slime-oztam közben, kicsi ráment a telefonomra. Hát akkor... Na szóval, akkor megígértem, hogy a videó végére lesz egy meglepetés. Hát igen, eljött. Az a meglepetés, amiről én beszéltem. Na, hallítok. Oké, jó. Úgy gondolom, nagyon sokan vágytok arra, hogy megkapjátok ezt a, vagy hogy slime-ot kapjatok, mert vannak olyanok, akik nem bírják beszerezni a hozzávalókat. Ezért inkább látnak olyan sok YouTube videós, akik azt mondják, hogy nyereményjáték lesz, de én nem nyereményjátékot csinálok, valami mást. Jaj, bocsánat, el is felejtettem, ezt mindjárt elmondom nektek szó szerint, hogy a csillagozás. Ezt 5 plusz felé mondom. 5 csillag. De ha lehetne 6 csillag, akkor azt megadnám neked. Szóval elismerésem ténylegesen. Ezek a készítőknek nagyon jó. Ez csak 3 csillag, ahogy mondtam, de attól függetlenül ezzel is jól lehet játszani a magunk fajtán. Vagyis ahogyan akar. Aki hogyan akar. Mondjuk, tényleg ha lenne csillámom, akkor ebbe tennék bele csillámot, hogy sokkal szexibb legyen. Ugye, de most sokkal szebb. Ez is jó. Mondjuk ez csak annyi baj van bele, hogy kicsi. Hogy olyan picike. Uram, amelyben. Hát ez pattog, gyerekek. Na jó van, ezt még pattog is. Pedig nem érták. Hát ez is próbálkozik. Nem mindegy. Hogy mondtam a végére, hogy nálam nem nyereményjáték lesz, hanem ezt bárki megkaphatja. Hogy lesz olyan, elsősorban a leírásban el fogom mondani, hogy mit kell csináljatok, hogy megkapjátok ezeket a slime-okat. Ez úgy van, hogy 4 dolgot kell csinálnotok, elég egyszerű dolgok. Elsősorban lájkoljátok ezt a videót, de komolyan lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok föl, úgy már, mert nekem az mondja, hogy kiiratkozott fel. Na mindegy, első lájkoljatok, második iratkozzatok föl a YouTube csatornámra, most előtt, harmadik. Ha tényleg nagyon komolyan szeretnétek megkapni a 6 slime közül az egyiket, akkor ilyen, úgymond ilyen slime mintát küldök nektek, hogy mondjuk, akkor át küldök el nektek, mint ez. Tök ingyen. Amelyiket csak szeretnétek. Szóval akkor, ahogy mondtam, lájkoljatok és iratkozzatok föl, írjatok megjegyzést, ha milyen volt ez a videó, azaz sokat jeleztek nekem, és egyszerűen, ha
mert csak úgy tudom nektek elküldeni, ha leírjátok, hogy hol laktok. Vagyis küldjétek el nekem egy ilyen, hogy hol lakcímeteket, és úgy elküldjük nektek postán a mintát, és akkor megkapjátok. De írjátok le, hogy melyiket szeretnétek. És én azt komolyan elküldöm nektek. És ennyi. De ha valaki komolyan gondolja, megkérdezem ám, hogy feliratkozott-e. Na szóval, hát ennyi volt ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljatok. És iratkozzatok föl. Egyrészt, ha szeretnétek slime-ot, másrészt, mert vége a videónak. Na mindegy. Sziasztok!